Ebben a videóban a C-dur 7-est tanuljuk meg. Ez egyik legkönnyebb akkord. Azt szoktam mondani, hogy a C-durt le tudja játszani. Ez a C-dur 7-est is le tudja játszani. Hiszen nagyjából ennyi a különbség. De a 7-es akkordnak az a lényege, hogy az alap, a terc és a quint hangok mellett a hangsornak a kis szeptimjét, azaz a C-dur esetében egy B hangot is bele kell játszanunk az akkordba, és ugye ez egy A-húr, és egy kis szekunda följebb találjuk a B hangot, ami ugye C-dur skála 7. foka, kis szeptimje, és ez a dur 7-es akkord. Igazából olyan túl sokat nem tudok hozzáfűzni, talán ez lesz a legrövidebb akkord tanítós videó. Ez a C-dur, ez pedig a C-dur 7. Túl sokat gyakorolni nem kell, csak egyszerűen meg kell jegyezni, hogy ez a C-dur 7, egy nagyon kellemes, szépen szóló, színes akkord. Egy-két dalban ezt megfigyelhetitek egyébként, hogy C-durból szépen lesétál az adott dal, a dallam, vagy a kíséret a C-dur 7-es. Ez a C-major 7-es, és amit most tanulunk a C-dur 7-es. A Something című Beatles dalba. De ezt a fordulatot, hogy a C-durból C-major 7, akkor ugye ezt is megtanulhatjuk. És a C-dur 7 következik utána. Ez egy közkedvelt zenei fordulat. Csak hogy a gyakorlati használt is említsem, illetve a bluesban ugye többnyire 7-es akkordot játszunk, tehát ott az egyszerű C-dur az helyettesíthető C-dur 7-essel.